estét kívánok! Itt a jó idő, tulajdonképpen beköszöntött a nyár, de ezzel azt gondolom nem mondok újdonságot, hiszen nem csak a hőmérsékletből lehet például ezt észrevenni, vagy a nappalok hosszúságából, hanem aki mondjuk hétvégén a Velencei tó környékén autózik vagy sétál, az pontosan láthatja, hogy a kerékpárút az gyakorlatilag folyamatosan tele van, de most már egyre többen vannak a vízen is, hogy ezt más sem mutatja jobban, mint hogy hétvégén megvolt a VVS-i hagyományos évadnyitója. Erről és sok minden másról beszélgetünk a mai műsorban itt a Bajnokok Városában vendégeimmel, Vida Erikkel, a VVS-i evezős edzőjével és Turi Péterrel, ifjúsági négy pár evezős magyar bajnokkal. Köszönöm, hogy eljöttetek, üdvözlök benneteket a műsorban. Köszönjük szépen. Szóval megtörtént hétvégén ugye a hagyományos hivatalos évadnyitó. Igen. Ennek milyen hatása van egyáltalán a klub életére, hiszen gondolom én, amikor már olyan a hőmérséklet, akkor már azért vízre lehet szállni. Hát ennek nagy hagyománya van, tehát a VVS-i nagyon sok éve mindig május elején rendezi ezt az évadnyitót. A gyerekek szeretik, sok érdekes program van, és voltak éppen hivatalosan így nyílik a szezon. De akik mondjuk válogatottak szeretnének lenni, vagy élsportolók, ők már az ebbe a keserves tavaszba is eveztek. Mikor? Mi az az ideális hőmérséklet, amikortól már vízre lehet szállni? Hát, hogyha a jég. Egyébként nem volt jég, akkor hát, be se kellett volt vinni a hajóval. Egy kevés jég volt, de kóstolni nem lehetett. December 30-án eveztünk, január 1-e hetében eveztünk, márciusban nem eveztünk. Ez egy ilyen fura tél volt. Péter, te mióta vagy újra a vízen? Hát ahogy Erik említette, ugye ezekben az időpontokban eveztünk, ez például most egy érdekes élmény kapcsolódik, hogy volt, amikor a pályán eveztünk még valamikor januárban, és ott a végén ráfutottunk a feltorlódott jégre, úgyhogy ez egy különleges élmény volt, hogy egy jégtörő hajóként mentünk tulajdonképpen. Hát az igazság, hogy most megvolt az első válogatóverseny, az első két válogatóverseny. Hogy sikerült? Az első válogatóversenyen sikerült magam kvalifikálni egy 23-as könnyűsülő négypárba, ami hát esélyes volt egy VB kijutásra, de sajnos azóta megbetegedtem, úgyhogy ebben nem tudok azóta részt venni. Ez összességében nem jó hír. Beszéljünk egy picit akkor a múltról, neked az elején jól sikerült a tavalyi szezonot, hogyha jól tudom. Igen, hál' Istennek az ugye az evezésben ilyen kétnyomásos gazdálkodás van, hogy első évben az ember vett, második évben arat, és hál' Istennek én a tavalyi évben pont egy ilyen arató szezon volt, úgyhogy sikerült összeszednem egy majdnem bajnoki címet, könnyűsúlyú skiff egy pár evezésben, és a bajnoki címet, egy ilyen megdöbbentő bajnoki címet négy pár evezésben. Mi az, hogy majdnem bajnoki cím? Hát elég esélyes voltam a bajnoki címre, mert megnyertem az összes versenyt addig, de a formaidőzítés sajnos pont nem úgy sült el, hogy azt ott sajnos második lettem. És akkor ez egy milyen szezon lehet? Azt mondtad, hogy arattok vettek, tavaly arattál, most akkor ez egy vetős. Ez most egy ilyen kifejezetten nem túl jó szezon, mert most átkerültem az 23-ba, ezért 4 év van együtt, úgyhogy igen, most próbálok az érettségre koncentrálni. Az is fontos. Mik az elvárások Péterrel szemben? Hát elég régóta dolgozunk együtt Petivel, ismerjük nagyjából, ő ismeri az én elvárásaimat, én is ismerem az ő elvárásait, amit leginkább saját magával szemben támaszt. És hát most ez az építkezés, tehát ugye ez az U23-as 5 év, ez egy kemény kenyér, tehát főleg az első pár évben, ugye hozzá kell erősödnünk a mezőnyhöz megint, de tanuló korcsoport óta ezt próbálgatjuk több-kevesebb sikerrel, és hát eddig még úgy tűnik, hogy a további munkának nincs akadálya. Azt mennyire nehéz egyébként mentálisan feldolgozni, belekerültél most egy ilyen korcsoportba, és ez akár hozzád is szól, mint edzőhöz, hogy segíteni Péter munkáját, hogy ez egy nagyon nagy korcsoport már, és itt az elején lehet, hogy kevesebb babérterem a számodra, nagyon sok munkát kell befektetni, mondjuk esetleg az utolsó 2 évben tudod majd azt esetleg learatni. Ez így igaz, hogy igazából elmondtad, hogy igazából az utolsó 2 év az, amit nagyon meg akarunk célozni, amikor ugye most én az érettségi előtt állok, egyetem, tehát ezt a kettőt megpróbáljuk összeegyeztetni, és az építkezést pont erre az érettségire és az egyetem első évére akarjuk tenni, és amikor már ott elindultak a dolgok, mennek rendesen, akkor esetleg így a babérok learatását. És igazából szerintem, hogy itt nagyon fontos az az önbizalom, hogy nem feltétlen, ez a 3 év nem feltétlen számít annyit, hogy esetleg ne tudnék ott lenni én is a legjobbak között.
Tehát akkor fejben benned azért benne van, hogy oké, fiatal vagyok ebben a korosztályban, de mégis szeretnék azért, hogyha lehet oda érni az elejére és megrángatni az öregek bajszát. Hát igazából szerintem ez valami, amit tapasztalatból tudok mondani, mert az eddig a munkákból azt tapasztaltam, hogy a befektetett munka lehet, hogy négyzetesen jön vissza az eredményekbe, hogyha az jól van megcsinálva. Edzőként hogy lehet ezt, hogy lehet ebben segíteni? Kell-e segíteni Péternek és a többieknek? Tehát most a mi esetünk az azért könnyű, mert az emberi kapcsolatok terén is aránylag jól megértjük egymást. Tehát nagyjából ugyanúgy gondolkodunk a világról, ez nagyban megkönnyíti a közös munkát. Tehát Serdülőbe is, IFI-be is végigcsináltuk ezt a építkezés sikerek, és a többi több-kevesebb sikerrel, ugye van, nem minden versenyt ugye tud megnyerni az ember. De ez a jövőre azért mondtam, hogy biztató, mert végigmentünk már olyan akadályokon együtt, ami előre vetíti azt, hogy a jövőben is szép eredményei lesznek Péternek. Mi lehet a távlati cél, az igazán nagy cél, vagy mi az igazán nagy cél? Hát a nagy cél az, hogy egy nemzetközi szintű sportoló váljék belőle, és az evezésben ez egy nem könnyű feladat. Tehát az evezés Nyugat-Európában rendkívül népszerű, egyetemi sport is, nagyon nagy a konkurencia harc, tehát és főleg könnyű súlyban, ami a fiúknál egy olimpiai szám maradt belőle, tehát kemény kenyér, de feltétlenül alkalmas arra, hogy nemzetközi szintű versenyzővé váljon. Tehát ezen az úton vagyunk most. Péter, te mit írtál fel annak idején mondjuk a szobád falára, akár csak virtuális, amikor elkezdted ezt a sportágat? Hát amikor elkezdtem ezt a sportágat, akkor igazából csak valamit akartam találni, ami hát kb. Összecseng ezzel, hogy 14 évesen ott álltam, és nem volt semmi sport, ami ez így nagyon hozzátettem volna kezdeni, már ugye túl öreg voltam hozzá. És amikor lementem, akkor Erik igazából egy hetek múlva elkezdte mondani, hogy Peti bakker, látom benned a lehetőséget, belőled még lehet valami, és volt még kb. Két év, amíg majdnem úgy röhögtem rajta, de aztán, hogy ahogy jöttek a sikerek, kezdtem látni, hogy talán mégiscsak van benne valami, úgyhogy... Lehet, hogy mégiscsak érte, hogy mit csinál. Igen, pontosan, hogy nagyon sokat változott, hogy miért járok le minden nap edzésre, de pozitívan javultak a dolgok. És most már majdnem majdnem egyet tudok érteni Erikkel, hogy esetleg van erre a szanszom. Hát ne csak esetleg legyen, ne így állj hozzá. Ugye a VVS, önmagában ugye a Velencei tó infrastruktúrája is, de a VVS infrastruktúrája is folyamatosan fejlődik. Mennyire adott most ahhoz például minden körülmény, hogy valakiből nemzetközi szintű, akár tényleg olimpiára is esélyes sportoló válni, és nem csak evezésre gondolok, hanem adott esetben mondjuk kajakenőre vagy vitorlázásra. Azt hiszem, hogy a VVS-i egy teljesen egyedülálló klub az országban is, de ez lehet, hogy Közép-Európában is, ugye, hogy a vitorlázás, kajakkenu evezés együtt egy klubon belül működik. Mindegyik meglehetősen sikeresen, tehát hogy az országos klub sorrendben, tehát mondjuk tavaly 9-ek voltunk, úgyhogy nem volt masters versenyzőnk, akik ugye nagyon sok pontot tudnak hozzátenni. Egyedülállóan jók a lehetőségek, tehát infrastruktúrálisan, tehát ez a felújítás, ami zajlott az elmúlt években, tornaterem, tanmedence, azt gondolom, hogy más klubok megirigyelhetnek bennünket, hogy ilyen körülmények között tudunk dolgozni. Idén az Evezős Szövetség kapott 1 milliárdos támogatást eszközfejlesztésre, tehát a hajópark is szépen lassan ugye lecserélődik, a régi 30 éves DDR-es hajók helyett most már tudunk venni majd megfelelően versenyképes hajókat is, tehát csak jót tudok mondani. Azt hiszem, hogy az egy, tehát evezős pályán tudunk edzeni. Tehát ez megint egy egyedülálló dolog, az országban 2000 méteres kibolyázott pálya van, Szeged és Sukoró. És ugye rendszeresen ott tudunk edzeni, ez is egy nagy előny a többiekhez képest. És ha már a Masters versenyeket szóba hoztad, hogy jövőre Masters világbajnokságot rendez az Egyesület. A szövetség kapta meg a lehetőséget, de minthogy nagyon komoly múltja van a VVS-i evezésének. Megpróbálunk olyan régi VVS-is evezősöket, bajnokokat lecsalogatni erre a világbajnokságra. Most neveket
meglepetésnek szánjuk majd akkor, de szeretnénk ebből egy nagy suhintást csinálni, tehát hogy megmutassuk azt, hogy a VVS-i múltja és a jelene az ugye most kart-karba öltve tudja ezt a szakosztályt egy picit sikeresebbé tenni. De hogyha jól tudom, akkor a VVS-hez van leigazolva Magyarország legidősebb igazolt aktív sportolója. Kassai ja. Flóri bácsi gőzerővel készül. 85 éves, hogyha jól tudom? Igen. Ő Európa-bajnok ergométeres, Európa-bajnok, és azt hiszem, hogy a legnagyobb gondja neki a megfelelő partner kiválasztása. Tehát föl kell adni hirdetést, hogy körbe kell nézni, mert te még Péter fiatal vagy. Tehát a casting az tart a napjainkig is, úgyhogy reméljük, hogy jó csapatot fog találni Flóri bácsi. És akkor térjünk át a másik végletre, az utánpótlásra, az újakra. Ugye nagyon fontos, hát minden egyesület életében a toborzás. Ebben milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre, illetve, hogyha mondjuk valaki sportág választás előtt áll, akkor például miért válaszol mondjuk pont az evezést? Ez egy nehéz kérdés. Hadd kérdezze meg ezt, hogy Pétert, hogy te annak idén miért választottad, hiszen nem volt az olyan régen, amikor te kiválasztottad az evezést magadnak. Igazából én egy evezős suliba járok, mondhatni a Cserna István az egy ilyen, a fél osztályom szinte evezésre jár, de emellett még tudnám javasolni azoknak, akik 14 éves korban járnak körülbelül, és még nincsen választott sportjuk, és szeretnének maguknak egy olyat, aminek így, hát hogy igazából neki tudják szentelni az életüket, mert lényegében az evezés egy olyan sport, amit későn kell elkezdeni, a javasolt későn elkezdeni, mert tényleg itt ez a lényeg, viszont mégis az ember bele tudja tenni az idejét úgy, hogy annak az vissza is jöjjön utána. Mennyit kell egyébként naponta edzeni ahhoz, hogy valaki magyar bajnok legyen? Ezt nem mondd meg. Hát erről így országszerte, így az evezések között eltérő vélekedések vannak. Szerintem a mi klubunk az egy olyan egyedülálló klub, ahol mondjuk ez az óraszám fele annyi, mint amit egy másik egyesületnél mondanának, szóval úgy gondolom, hogy kifejezetten hatékonyan edzünk. Azért az is nagyon fontos. Hát, igen, az élet szempontjából, hogy mennyi időt veszel maga az edzés az ember és életéből, és barát kivenni. Belefére, igen. Hát ezek fontos dolgok, főleg ebben a korban. Szóval akkor kanyarodjunk vissza, milyen eszközök vannak. Éppen úgy képzelném el, hogy egy olyan videót csinálni, naplemente vagy napfelkelte, és az ember egy párosban kint van, és nézi, hogy csodálatosan megcsillan a feljövő napnak a fény a Velencei tó tükrében. Szóval, hogy azért milyen eszközök vannak viccet félretével? Hát nagyon nehéz kimozdítani a mostani fiatalokat. És inkább a terem sportok és a labdajátékok felé fordulnak, és mivel a mi sportunk az egy elég késői specializációjú sport, mi általában az első versenyeket nálunk 11 éves korban rendezik, ezért nagyon sok sportban úszás, tusa, stb. Már sokkal-sokkal előbb toboroznak gyerekeken, és így hát egy ilyen felvevő sport vagyunk, nagyon sok esetben más sportból kiábrándult, vagy megsérült, vagy olyan srácok, akik ugye kiderül mondjuk 14 éves korukra, hogy hát abban a sportban mégse lesznek sztárok, és akkor átjönnek evezni, de nagyon sok munka van még előttünk abban a tekintetben, hogy népszerűbb legyen az evezés. Tehát a VVS-i kajak szakosztályba nagyjából 100 igazolt kajakkenus sportoló van, 9 válogatottjuk van. Ami nálunk durván olyan 60-an vagyunk. Tehát, és ebből mennyi a válogatott, vagy válogatott közeli? Hát mivel most ez egy szűkös esztendő, tehát ugye a Peti az első válogatón bekerült, a tavalyi évben ugye az Illényi Dani is válogatott volt, Peti is válogatott volt, és volt még egy serdülő négyesünk. De ők ugye most már ifi első évesek, tehát nekik most egy ilyen fékezett habzású évük van szintén, tehát most megint építkezünk, és talán akkor jövőre több válogatottunk lesz nekünk is. Tehát egy 5-6 válogatottal azért tervezünk a jövő évre.
Ugye nagyon sok szülő úgy van vele, hogy rendben van, elviszem a gyerekemet sportolni, de nem feltétlenül akarom, hogy versenysportoló legyen, nem akarom, hogy teher legyen rajta. És én nagyon sok mindenkivel beszélgetek napi szinten, és például a VVSI kapcsán nagyon sokan mondják, hogy ilyen szempontból egy tök jó klub, hogy nincs minden áron eredménykényszer a gyerekeket. Így van. Tehát a VVSI ugye a régi klubnak a neve, de most ugye mi a Prorekreációne, közhasznú Kft.-nek a zászlaja alatt dolgozunk, tehát nálunk vannak pro és rekreáció szakosok. Tehát mindenki megtalálhatja a saját maga vérmérsékletének megfelelő intenzitású edzéseket. De kell, vagy szükséges például, hogy mondjuk legyen valamikor egy olimpiai bajnok a VVSI-nek a közeljövőben? Ahogy volt régen olimpikonunk, ugye Ódor Lajos, Hegedűs István, Kapocs Anikó, tehát szeretnénk azért ezekhez a hagyományokhoz azért felnőni. Tehát azért ehhez még nagyon sok munka kell, és ahhoz kellenek ugye a gyerekek, mert mire valakiről 18-20-25 éves korában kiderül, hogy tényleg alkalmas arra, hogy olimpikon legyen, vagy ne tovább olimpiai érmes. Tehát ahhoz azért nekünk se ártana, hogyha több gyermekkel tudnánk foglalkozni, és serdülőbe, ifibe. Most ugye azt mondtad, hogy 60 gyerek körülbelül van. Körülbelül 60. Mi lenne az ideális, vagy mi az, amit még elbír a rendszer? Hát azt gondolom, hogy ez a 80 fő környéke, mert azért a 80 főnek a jó része ugye rekreáció szakos, és akkor lesz belőlük egy olyan 6-8-10 olyan evezős, akiből bajnok, válogatott, és majdani olimpikon lehet. Tehát ezen dolgozunk, hogy meg tudjuk tartani a gyerekeket ezen a felfelé vívő pályán, hogy ne menjen el a kedvük. És ebben azért nektek is van valamiféle felelősségetek, hogy megtartsa a klub ezeket a gyerekeket, hiszen jó példával kell előjárni, nem csak a pályán mutatott teljesítménnyel, hanem a szárazföldön való viselkedésre fogalmazzunk így. Persze, az abszolút egyetértek, és szerintem ezek mellett még a közösségépítésnek is hatalmas szerepe van, hogy amit tényleg Erik már a kezdetektől fogva próbál csinálni, és szerintem nagyon hatásosan is csinálja, hogy ilyen hétvégi közös bográcsozások, hát a klubunknak azóta már saját legendája is van, a Spitzhogel legenda, hogy az ehhez kapcsolódó ünnepségeket megtartani. Ez kameraképes ez a legenda, vagy inkább ne beszéljünk róla? Ezt nem mondhatjuk el. Nem, hogy az nem lehet elmondani. Nem, a legenda őrzői, ugye a titok őrzői. Tehát akkor kedves nézők, aki szeretné megtudni, mi az a legenda, az lépjen be a VVSI-be. Szóval akkor ide, hogyha ide jön egy gyerek, akkor nem csak egy klubba járhat edzeni, hanem valóban egy közösséghez. Én úgy gondolom, amit Erik is mondott, hogy a korosztályon is így a mai gyerekek kezdenek egyre jobban széthúzni, ez egy ilyen lerágott frázis, de hát lényegében tapasztaljuk, és úgy gondolom, hogy a VVSI, különösen ez az evezős szakosztály, ez egy, hát olyan, mint egy család tulajdonképpen, hogy vigyázunk egymásra, nem csak edzéseken szoktunk találkozni, rengeteg programunk van. Úgyhogy tényleg, hogyha valaki át akar élni azt, amikről még a nagyszülei beszélnek, hogy régebben ilyen nagy közös élmények voltak, hát ez körülbelül olyan. Ez nagyon jól hangzik. Beszéljünk ugye az evezésnek mégiscsak a csúcsa a 8-as egységek. Ebben most hogy áll a szakosztály? Hát a tavalyi év az egy picit biztatóbb volt. Elég, lehet, hogy nem is volt olyan, hogy a VVSI két fiú serdülő 8-ast indított és szerepeltetett a döntőbe, amelyik közül ugye az egyik meg is nyerte a bajnokságot. Elég országos rekordban. Elég szép fölénnyel. Hát most azon dolgozunk majd, hogy ez a csapat ugye jövőre az ifi korcsoportban azért, ha meg tudja ismételni ezt a sikert, és hogy ugye továbbra is ugye azokat a 2002-es, 3-as, 4-es születésű fiúkat várjuk szeretettel, akik esetleg belekóstolnának ebbe a sikerbe, hogy milyen mondjuk egy 8-as bajnokságot nyerni, mert azért azt gondolom, vagy akár egy 4 párt, mert tehát csapatba elérni egy ilyen sikert, az lehet, hogy jobb, mint egy 1-esbe. De sokkal jobb. Hol tudjuk egyébként most a mai magyar evező sportot elhelyezni a világ térképen? Hát most ugye egy ilyen feltörekvő
fázisban vagyunk szintén, tehát most az utóbbi években szerencsére az anyagi források is egy picit ugye bővültek, ezáltal az edzőtáborozási lehetőségek, hajók, egyebek tekintetében fejlődött sok minden. Ugye a 17-ben ugye Simon Béláék nyertek egy világbajnokságot, kormányos kettesben, egy nagyon kackiás hajrával, tehát az ottani kommentátorok és sportolók is tényleg letették az arcukat attól az utolsó 250 métertől. Tehát vannak újra világbajnokaink, természetesen ugye egy sportoló sose mondhatja azt, hogy ez elég volt, tehát innen akkor rugaszkodunk tovább. Meg hát imád itt is az olimpia a csúcsok csúcsa, meg hát Magyarországon teljesen egyértelmű, hogy az olimpiai arany az a mércéje mindennek. Hát és sajnos ugye az evezésben ez még várat magára. Tehát olimpiai ezüst, olimpiai bronz már volt, de olimpiai arany még sajnos nem. Úgyhogy aki meg akarja szerezni az első olimpiai, majd magyar evezős olimpiai aranyérmet, őket is várjuk szeretettel. Sokat kell még rá várni? Hát magunk nevébe tudok nyilatkozni, hát azért az olyan 28-ig legalább. Az még 10 év. Tehát, de a többi klubban lehet, hogy már vannak olyanok, tehát az BVS-ről beszéltem, de a Budapest evezős egylet Szolnok, tehát ott azért, akik most ott vannak az élen, Galambos Péter, Pétervári Molnár, Bendegúz, akkor ugye ez a kormányos nélküli kettes, a Béláék, Simon Béláék, tehát ők azért alkalmasak arra, hogy tovább vigyék ezeket a sikereket. Mi a legfontosabb cél idén? Hát egy tisztes bajnoki helytállás, mert ugye ez egy érdekes bajnokság lesz, mindkét evezős pályát a felújítási munkálatok miatt lezárják. Van ideális. Ezért Csepelen lesz a magyar bajnokság, és hát ez egy, hát lehet, hogy ott ilyen flugos futamok lesznek, de hát bizakodva tekintünk, hogy zavarosban lehet jól halászni. Péter, akkor neked egyértelműen idén az érettségi a legfontosabb? Hát azon próbálok minél hamarabb túl lenni, és a szokásos hatékony módszereinkkel minél gyorsabban felkészülni az országos bajnokságra, úgyhogy remélem négy párban most idén sikerül majd összehalászni valamit. Még úgy is, hogy első éves vagyok, szerintem ez így se lehetetlen. És milyen volt eddig a matek magyar történelem érettségi? Hát most én még csak abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy csak egy előrehozott angolom volt, de az könnyen ment, hála jó ének. Na hát reméljük, hogy akkor a versenyeken is majd hasonlóan könnyen fogsz hasítani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát sok sikert, és hát azt tudom mondani, hogy várunk titeket ide vissza sok szeretettel, majd reméljük, hogy jó sok éremmel a Tarsolyban. Köszönjük, mi köszönjük a lehetőséget. Ez volt mára a Bajnokok Városa, ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban, viszontlátásra.